Köszöntelek titeket, drága cimboráim, és kellemes ünnepeket mindenkinek újfent! Eljött az utolsó Final Standes mapunknak a túravezetése, Gains of Karelia. Everti 2-es mérkőzés, és most tudtam felcsatlakozni a szerverre, ezért nem ezres láttok mindkét oldalon. Hát ilyen vagyok ám ilyen lusta, hogy szépen így izé a játék felénél jövök felharcolászni. Mert hát amúgy nem mindig úgy vannak megcsinálva ezek a szervelek, hogy ezé Gains of Karelia 24/7 vagy ilyesmi, tehát meg kéne várni, amíg lepörög még 10-15 map, amíg kb. 1-1 óra mindegyik. Úgyhogy néha szoktam ilyeneket csinálni, hogy nem a totálisan az elejétől, de nagyjából az elejétől mutatom a dolgokat. Na, elkezdődött a játék, és lehet látni, hogy egyszer-kétszer megröccent a felvétel. Ez nem azért van, mert gyengusz a gépen vagy valami, hanem a Battlefield 4 Final Stand DLC-nek az egyik jellegzetessége, hogy esik az FPS. Igen. Meg én is esek. Van ez így. Na. Nagyon-nagyon-nagyon hosszú út áll mögöttem. Elmondhatom magamról, hogy az összes Battlefield 4-es mapról csináltam egy túravezetést, és hát kb. A 100%-a a túravezetésekben az van, hogy vagy én vagyok az első MVP, vagy valami ilyesmi. Lesznek azért kivételek, ho-ho-ho-ho, majd látni fogjátok, mi az a kivétel, vagy. De az majd nem árul mások a kör végén. Az állás jelenleg 273 tiket nekünk, és 867 tiket az orosz haderőnek. Conquest/Slash mérkőzés, ismételten. Ez az egyik jellegzetessége a túravezetésnek, hogy általában vagy Conquest, vagy Conquest/Slash. Mondjuk a Conquestnek jobban örülnék, csak annak ellenére, hogy nemrég jött ki a Final Stand DLC, valami kevés szerver van, ami mondjuk úgy megfelelne az én elvárásaimnak, mint minőségben, mint mennyiségben, meg ticket hosszúságban is. Úgyhogy maradtam a legnépszerűbb dolgoknál, a 64 slotos Conquest Large mapoknál, ami kb. Egy kör egy óra. Úgyhogy nézzétek el nekem, hogy ilyen sokáig tart, de hát ez van. Ó, és most itt az F-pontot kezdtük el foglalgatni, kisebb-nagyobb sikerrel. Na de, hol is tartottam? Ja igen. Hát, jó ideje vagyok már Battlefield.hu szerkesztő, egészen pontosan 2011 óta. És ez idő alatt csináltam túravezetéseket Battlefield Play for Free-ből. Ezt még annak idején ezzel kezdtem el az egész, mondjuk úgy karrieremet. Mondjuk, ez egy kicsit erős szó, de hát most jobbat nem tudok rámondani. A Battlefield.hu-n van egy olyan rész, hogy blogot lehet magadnak csinálni, és hát elkezdtem unalmamban, mert épp jobb dolgom nem volt akkoriba, ilyen Battlefield Play for Free-s felvételket csinálni, ami nagyjából a túravezetésem alapja volt, vagy hát az első túravezetéseim egyike. És egy-két kedves úriembernek, aki a Battlefield.hu akkori szerkesztőségének a tagja volt, megtetszettek ezek a felvételek, és felkértek rá, hogy légy szíves, akkor ha már úgyis csinálsz ilyen dolgokat, akkor csináld ezeket nekünk. És most mit ad Isten, éltem a lehetőséggel, és elkezdtem így gyártogatni ezeket a túravezetéseket. Nem gondoltam volna, hogy ennyi pályát és ennyi játékot fogok végigcsinálni, mert hát a Battlefield Play for Free-nek is a java részéből csináltam túravezetés, majd ezt követte a Battlefield Heroes-os túravezetések. Ezek után volt a Battlefield 3-as túravezetések, az is azt hiszem 28 pálya volt. DLC-kkel, mindennel, Hóbele Balázssal együtt. És utána jöttek a Battlefield 4-es és Bad Company 2-es túravezetéseim is. Mondjuk a Bad Company 2-es az nem volt betervezve, megmondom nektek őszintén. Egyrészt a Battlefield 4 annyira gyenguszra sikerült, hogy tényleg baromi sokat késtek a DLC-s mapok, ezért hát 3-4 hónapot kellett valahogy átvészelni az oldalnak, és akkor hogy azért mégis legyen már kint valami, úgy gondoltam, hogy akkor jó, akkor Bad Company 2-t rakok ki, mert egyrészt az játszható volt, másrészt meg igen, abból még nem mentem akkor tehát túravezetést. És most eljött a Battlefield 4-nek is a vége, és hála a jó Istennek a vége, azt mondom, mert hát azért eléggé meggyalázta a DICE ezt a játékot az utóbbi évek alatt. Már egy-két olyan videó volt, ahol kifejtettem nektek azt annyira, hogy mégis miért gondolom én ezt így ebben a formában, és a többi, és a többi. Annó én a Bad Company 2-vel szerettem bele magába a Battlefield szériába.
tekintve, hogy rombolható környezet, voltak benne rendesen járművek, tank, helikopter, jó, mondjuk a vadászgépet akkor is hiányoltam, de mérföldekkel több minden volt benne, mint a akkor tájt összes többi más hasonló típusú játékba, kivéve az Arma, de az meg egy ténylegesen egy szimulátor, és azért a szimulátoroknak is az a pikantériája, hogy azt annyira nem élvezi az ember, kis kell neki ilyen kis árkádos jelleg. Igen, jó, sikerült felakadnom a páncélosommal, a jó Isten is, ügyes vagyok, nem baj. Ott a távolban még látom, hogy sasolnak engem az a mérnök csávóka, talán még vele fogok tudni végezni, igen, sikerült, jó van. Na, és akkor azt hiszem most fogom elhagyni a járművet. Na, és akkor visszakanyarodva a Bad Company 2-höz, én akkor szerettem bele a játékba, és akkor lenyűgözött a Frostbite motor varázsa, és a többi, és a többi, de akkor még nem is foglalkoztam olyan dolgokkal, hogy és e-sport részen mennyire jó ez a játék, és stb. Csak hogy jó, de ezzel el lehet így vicceskedni, meg minden. Jó, persze akkor is voltak már olyan anomáliák, hogy 0 HP-val megölt a gyerek, bár rég befordultam a sarkon, és akkor ugyanúgy sebződtem. És ilyen hasonló vicces kis dolgok, meg a hitreg abba is azért, igen, abba sem volt a világ szenzációja. És nem tudom, akkor valahogy ezt így mindenki megbocsátotta a játéknak, mert hogy is mondjam, minden más játéknál jobb volt akkoriban. És akkor szerintem ezért nézte el neki a játékos közösség. És ebből kiindulva le is tojták nagyiből. Ugye meg még az egyik nagy hátrány, hogy nem voltak ranked szerverek, úgyhogy így a varozás meg ilyen hasonló dolgok, hát az felejtős. Meg hát a lant is úgy csináltunk, hogy lényegében németországi szerverekre mentek fel az emberek játszani, hát is egy nevetséges volt részen, vagyis hát szerintem, meg ugyanúgy nem volt benne spektátor. De mindenki úgy gondolta, hogy a Battlefield 3, hogyha kijön, akkor ezeket a dolgokat addigra már kiküszöböli a DICE, és mindenki boldog lesz, megkapjuk a spektátort. Normális lesz a játék, ugyanúgy még több pálya, még több jármű, vadászgépek, Isten királyság, minden. És finoman szóval kaptunk ugyanúgy egy nagy rakás szart. Annyi, hogy nem Frostbite Engine-t, hanem Frostbite 2.0, ami ugyanaz a Frostbite Engine volt a valóságban, csak egy kicsit átmaszkírozva. És akkor mit az Isten, eltelik 2 év. 2,5, nem akarok hülyeséget mondani, mert most ezt nagyon nem tartottam fejbe. És akkor megszületett a Battlefield 4. Ó, te ebben már raktunk Commander módot, ó, Isten királyság, meg beleraktuk a spektátort, ó, az is Isten királyság, végre kapunk egy normális játékot, és nem. Ugyanúgy tele van bakikkal, ugyanazok a bugok vannak benne, mint a 2-be és a 3-ba. Persze ennek azt mondták, hogy ez Frostbite 3-as engine, de amúgy valójában ez is ugyanaz a Frostbite engine, csak ez is át van baszkírozva. De csak nekem tűnt fel, hogy mostanában az Ubisoft is amúgy hasonlóképpen cselekszik, mint az EA. Mert hát most nézzük meg az Assassin's Creed sorozatot, ott is izé, ó, micsoda játék, új engine, minden, és akkor kijött az Unity, és akkor ezt is úgy csinálták meg, hogy gyakorlatilag nagy túró az egész, aztán vártuk ugyebár a Far Cry 4-et, hogy az is mi Isten király császárság lesz, és akkor kiderült, hogy az valójában a Far Cry 3, csak átmaszkírozva, és akkor elnevezték 4-nek. És kijött a The Crew is, és hát arra meg azt mondta, hát igen, az se lett valami, kapott valami fényes kritikát. Úgyhogy nagyon arra az irányba kezd el eltolódni ez az egész játékipar, hogy évről évre kinyomunk egy játékot, blablabla, bla, bla, és a DICE csak ott amúgy baromira nem érdekli, hogy most egy játékos évekig akar-e játszani azzal a játékkal, és hogy mennyire szereti-e az ő játékot, kurvára leszarják, á, de hogy... Sőt, egyetesen nem is érdekli őket, direkt azt akarják, hogy évente megmutta azt a játékot, amit ők kiraknak, hogy megvedd a következő évi szarjukat. Mert abból élnek meg. Mondjuk így is elég fényesen élnek, szóval én nem tudom ezt hova a francba akarják még tovább fokozni. Én már mélységesen boldog lennék annyi lóvival, amit ezek zsebre tettek. Tehát mivel magyar vagyok, ez nem meglepő. Na, de mindegy is, szóval... Ennek az egész monókámnak annyi lenne a lényege, hogy... Hát én már elég sok mindent láttam így a Battlefield-es szkénában, meg a DICE-tól, meg stb. Stb. És jön ki jövőre a Battlefield Hardline. Ami a végérvényes megerőszakolása a Battlefield szériának, komolyan mondom. Mert ráakasztottak egy olyan játékra egy olyan nevet, aminek nagyjából annyi köze van, hogyha az én kicsi pónim a Star Wars kiadásba szeretné megjeleníteni.
Mert hogy a Star Wars-t azt veszi mindenki, meg az én kisi pónim, hát na igen, szóval ezt a kettőt valahogy így megpróbálnám összegyűlni, és akkor nektek itt van, vegyétek, hú, ez mennyire jó lesz, Istenem. Én belefáradtam ebbe az egészbe, annál is inkább, mert a Hardline is ugyanúgy a Frostbite 3-as engine fogja használni, megnéztem a bétáját is, és ez is egy ugyanúgy átmaszkírozott túró lesz, ugyanazokkal a bugokkal. Valamit talán biztos fognak rajta finomítani, amit majd ráfoghatják, hogy hú, micsoda izé lesz, de 100%-osan kétlem, hogy ennek ténylegesen alapja lenne. Mert az utóbbi évek nyilatkozatait meghallgatva, hogy hú, javítottunk a játékon, kiadtunk egy 15.000 gigás patchet, ami ezeket a izéket, hogyha van egy kis nyuszi a pálya szélén, az idáig kettő túrot, most már csak egyet fog ugrani, ilyen bugokat javítottak. Hát, én már nem szeretném még egyszer végig szenvedni ezt a dolgokat. Annál is inkább, én már három filmet is csináltam ebből a játékból. Ami hiba lehetett, meg láthatta az ember, higgyétek el, én azt láttam. Például sokan kérdezték, még annó a szerkesztőtársaim, és nem értették, hogy miért az első ellen is, miért 5v5 meccsek vannak. Meg miért infantry terültetik, míg a Battlefield az soha az életében nem az infantryról szólt, az egy kodos fasság. És akkor most így a spektátor alkalmával az jó pár olyan dolgot észrevettem, ami szerintem közel lehet ehhez. Egyrészt az, hogyha a spektátorban mondjuk a térképen felrobban egy jármű, akkor azt a leszületett játékos annak a járművenek a roncsait látja, és fedezékként el is tud mögé bújni, vagy rá nem tudják lelőni. Viszont a spektátorban az a roncs, az nem látszódik, tehát nincs benne. Mikor a filmet csináltuk, ezzel szoptunk a legtöbbet, hogy hogy a francba mutassunk úgy egy roncsot, hogy én spektátorba is lássam. Nem tudtuk csinálni. Ezért van az, hogy például mikor a végén jön az atom, és szétlövik a főhősöknek a kocsiját, ott azt leszületett játékosként, még a Battlefield 3-ban megszokott technikaként lehasaltam és késsel a kezembe kúsztam a földön, úgy látszódott a kocsiron, de spektátorban semmi nincsen. Szóval ilyen banális fasságokat raktak bele a játékba, vagy hagytak ki, vagy most nem tudom, hogy ez hogy sikerült nekik ezt így ebben a formában összehozni. De hát ez egy elég brutális volt így ebben a formában. És a Hardline véleményem szerint az egy fokkal sem lesz jobb. Titkon azért remélem, hogy jó fog sikerülni a játék, és örömmel fognak majd vele játszani az emberek. Viszont ez már nem Battlefield lesz, hanem valami teljesen más hibrid mutáns csirkekeverék. És én itt ezt így ebben a formában be is fejeztem, még... lesz egy állítólagos hatodik meglepetés DLC, amiben valami felújított Battlefield 4-es pályák lesznek. Természetesen azokból még meg fogom csinálni a túravezetést, viszont a Hardline-nal én már nem vagyok hajlandó semmilyen formában sem foglalkozni. Egyrészt azért, mert elveim vannak, másrészt meg úgy is tudom, hogy mi fog várni rám, és komolyan mondom, én arra már nagyon nem vágyok. Ha esetleg majd meg fog jelenni egy Battlefield 5 valamikor 2016 vagy 2017 táján, de maradjunk úgy, hogy biztos valami pénzügyi negyedévhez fogják időzíteni ezt is, és valami legújabb port megjelenés előtt. Akkor majd megnézem, hogy az milyen kritikákat fog kapni, meg stb. De a játékipar jelenlegi tendenciáját figyelembe véve egyre jobban el fog kurvulni ez az egész, és ez nagyon nem járja így. Valószínű, majd keresek magamnak egy másik FPS-t, ami nem lesz ennyire népszerű, és a többi, viszont normálisan meg lesz csinálva, és akkor majd egy idő után úgyis népszerű lesz. Ezek meg remélem eltűnnek a süllyesztőbe, és akkor végre elkezdenek majd normális dolgokat csinálni megint, de majd meglátjuk. Meg szeretnék én is egy kicsit e-sport vonalon mozgolódni, mert annó szerettem volna nagyon én is így ilyen csapatba menni, varozni, klánozni, stb. De mint Battlefield szerkesztő, családapuka, dolgozó ember, sajnos erre nem volt lehetőségem, mert ez idő, pénz, energia. Ezt már egy párszor így leírtam, hogy ezeknek mik az alapfeltételei, akkor sokkal vittettek, hogy jaj, hát ehhez elszántság kell meg, de a nagy túró. Ha van időd, akkor tudsz eleget játszani ahhoz, hogy belejöjj a dolgokba, ha van pénzed, akkor nem kell azzal foglalkoznod, hogy a családod meg tudjon élni. Meg ilyen apróságok. Meg hát ez kell egy periféria is, ugyebár. Az is pénzbe kerül. Viszont találtam magamnak egy olyan játékot, ami jelenleg megfelel az én céljaimnak. Egy személyes, vagy rá nem kell, hogy csapatba játszódjak. Mert hát igen, nem tudok mindenkihez alkalmazkodni, és ilyen klános valózáshoz általában mindig fix időpontoknak kell ott lenni mindig mindenütt. Hát én erre egyáltalán képtelen vagyok.
másrésztről kicsi gépigényel kell, hogy rendelkezzen, és viszonylag új legyen a közösség, amiben bele fogok menni. Úgyhogy egyetlen egy ilyen játék van, ami ennek a céljaimnak megfelel. A StarCraft az már egy baromi régi játék, még mielőtt valaki példának felmondaná, és esport van belőle. Hanem nemrég jelent meg ez a Hearthstone nevezetű kártyajáték. Igen, ez egy kártyajáték, sajnos nem FPS, meg ilyenek, de mondjuk úgy, hogy én arra törekszem, hogy most játszani szeretnék. Komolyan szeretnék játszani, nem csak úgy, hogy felmegyek ott, akkor elüttem ott az időt. Úgyhogy elkezdem magam mostanság kigyúrni Hearthstone-ba, és talán eljutok majd arra a szinten, hogy esetleg egy-két online kupát, vagy netán-tán majd, ha lesz valami egyéb is, akkor ott is megmérettessem magam. És hát itt 10 perc alatt lemegy egy kör, egy személyes esport van belőle, úgyhogy az én céljaimnak ez teljes mértékben megfelel majd. Mint Battlefield.hu szerkesztő, köszönöm szépen, hogy idáig nyomon követtétek a műsoraimat, segítettétek a filmekbe való munkálatokat. És hát ezt a pár évet mind köszönöm nektek, jó volt együtt, komolyan mondom. De meghalt az oldal, nem tudok mit mondani komolyan. Egyszerűen ezt a játékot úgy megölték, ahogy annak a rendje. Nincsenek game nightok, régebben még egymás után voltak a game nightok, közösségi harcok, kupák, stb. Egész egyszerűen meghalt. El lett temetve, vége van. Ki fog majd jönni a Hardline, azzal el fog majd szütyögni egy ideig az emberek, de az is csak egy ilyen pár hónapos intervallum lesz. Most is kijött a Final Stand DLC, kb. Egy 2-3 hét nem telt el, már csak kongtak a szerverek az ürességtől jóformán, meg ugye nem játszott velük. Ha megnézzétek az ilyen fórum és egyéb hozzászólásokat, ott is jó pár negatív kritika illeti a DICE-ot, meg érte is idáig is, meg eztán is fogja még szerintem. Tény is való, hogy a túravezetések, amiket én mutatok nektek, ott azért mindegyik arról szól, hogy én győzök, meg hogy hú, de jól néz ki a játék, meg stb. Stb. De fogalmatok sincs, hogy emögött mekkora munka áll, tekintve, hogy kb. Mindig, amikor kijött egy új DLC, 2-3 órát az a kellett töltenem, hogy rájöjjek, miért nem indul el a játék. Úgyhogy nem is hackeltem benne semmit, hanem csak úgy ott volt a gépemen, aztán leszette a legújabb DLC-t, aztán már nem akart elindulni. Meg ilyen nyalánságok, ez a FPS dropok is, hogy ez mitől jön be, azt se tudom, meg hát még egy jó pár dolog. Az elején, mikor még kijött a Battlefield 4, akkor tök simán futott még médium grafikán, és még high-on is megnéztem, még ott is tűrhető volt. És most ott tartunk, hogy kijöttek egymás után a DLC-k, és már lovon szenvedek, mert egyfolytában akad, meg röcög, meg ilyesmi. Úgyhogy ez így ebben a formában elég érdekes. A csatornám volna a jövőben. Hát tervezek majd venni valamikor jövőre egy webkamerát is, és akkor majd egy kisebb, mondjuk úgy ilyen, hogy mondjam. Lesz egyszer-kétszer, nem sokszor kb. Vagy két olyan dolgot tervezek, amikor így face to face, így beszélgetünk dolgokról. Hogy kerültem én ebbe bele, miket csináltam idáig, stb. Ezt most nem azért csinálom, mert most nagyzolni szeretnék, vagy valami. Akit érdekel az én kilétem, mi létem, egyszerűen csak nekik szeretnék így egy kicsit úgy beszámolni arról, hogy hogy kezdtem én ezt az egészet, és a többi. Mik a én céljaim, és mik azok, amik motiválnak, amúgy semmilyen célom nem volt, csak egyszerűen tudtam magam. Most meg már az odáig fajult, hogy még mindig unom magam, csak még nem találtam jobb alternatívát. Úgyhogy addig csinálom, amíg bírom. Párom egyszer kérdezte tényleg, hogy ez mégis úgy meddig óhajtom ezt így csinálni. Hát én akkor azt a választ mondtam neki, hogy a halott kezemből fogják kitépni az egeret. Mert játszani az biztos, hogy fogok addig, amíg élek. Az kérdés, hogy mivel, meg hogy az kinek mennyire fog tetszeni. Valószínű, hogy amúgy a jövőben a Hearthstone játékkal kapcsolatos videók kicsit több lesznek, mint idáig voltak. Próbálok majd azért olyan játékot is keresni, ami mondjuk úgy kicsit jobban megmozgatja az FPS rajongóknak a táborát. Meg lehet, hogy majd egyszer-kétszer próbálok majd valami filmet is csinálni, de Battlefieldből többet nem. Legalábbis, amíg ilyen normálisat nem csinálnak, addig biztos, hogy nem. Meg nem is igazán azon gondolkozok, hogy játékból csináljak filmet, hanem valami más. De majd meglátom, hogy ennek a technikai feltételei adottak lesznek-e, értelemszerűen, hogyha nem, akkor nem. Így is az is csoda, hogy a hármat meg tudtam csinálni, mert az se a saját gépemen készült, hanem mondjuk úgy kikönyörögtem magamnak egy gépnek a használati jogát hétvégenként. Ami alkalmas volt arra, de hát félig meddig volt alkalmas rá, mert kb. 5 percenként kibaszott a játék DirectX hibával. Így a
kellemes forgatás még kellemesebbé tette. Jaj, mindesetre köszönöm nektek, hogy idáig nyomon követtetek. Nem tudom hány olyan emberke van itt az országban, aki lényegében ennyire mélyen foglalkozott a Battlefield-el és annak bemutatásával, mint én. Biztos vannak még egy páran. Ott vannak például a rokkos fiú, bár mondjuk úgy, hogy ők elég komoly eredményeket értek el, de a mondjuk úgy közösség felé lévő kommunikációjuk azon lehetne még csiszolni, mert nem sok mindent hallani róluk. Egyszer-kétszer így megjelennek, akkor másodikok lesznek, vagy harmadikok egy nagyon-nagyon-nagyon neves versenyen, de az, hogy hogy jutottak el odáig, ki mögött milyen háttér áll, stb. Egy ilyet nyugodtan csinálhattak volna, meg hogy ki mögött mekkora munka áll. Hol kezdte, stb. Egy ilyen kis élménybeszámoló, interjú, valami ilyesmi, szívesen megnéztem volna tőlük. Ez most nem fikázásképp mondom, csak szerintem, hogyha már valami eredményt elérek, akkor azt próbálnám egy kicsit úgy, hogy is mondjam, megmutatni az embereknek. Meg beszélhettek volna arról is, hogy most milyen problémák akadtak egy-két ilyen LAN-nál is. Például amikor Dreamhack-en leálltak a szerverek, és akkor nem engedték nekik az adminok újra játszani a kört. Arról is egy komolyabb elbeszélgetést úgy megnéztem volna, hogy most hogy élték meg ezt az egész eseményt. Mi a vélemény, úgy konkrétan a játékról. Jó, mondjuk erről biztos nem fognak nyíltan beszélni, mert a szponzorok nyilván kötik a kezüket, de mondjuk úgy, hogy szűk körbe valahogy ezt csak meg tudtuk volna oldani. Mindenesetre annak örülök, hogy annak ellenére, hogy fostaliska a játék komoly eredményeket tudtunk elérni. Mármint nem én, hanem a epsilonosok, vagy a okkosok más néven. Mert azért így is azért nem sok csapat mondhatja el magáról, hogy azért ilyen neves rendezvényeken részt vettek, meg hát nemrég David Tuké, ő lett a azt hiszem a harmadik a éves sportolója választáson. Ami azért az is szép eredmény, hogy egyáltalán bekerültünk oda. Ja, na de kicsit elterelődtem magától a játéktól. Mondjuk nézzétek el, nekem ez az egyik utolsó epizódom, vagy lehet az utolsó. Majd meglátjuk, hogy az az új DLC miket fog tartogatni számunkra. Úgyhogy ezért is szeretnék már most elköszönni, és kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánni mindenkinek. És egyben fel akartalak titeket készíteni arra, hogy a jövőben azért mik fognak várni ránk, vagy várni rátok. Hogy mi lesz a Battlefield.hu oldal jövője, azt nem tudom nektek megmondani. Én még ezeket a videókat megcsinálom, de azt követően már nem hiszem, hogy fogok tudni érdemben foglalkozni az oldallal. Egyrészt az már nem lesz miről. Most is hónapok teltek el úgy, hogy tulajdonképpen egy darab hírt nem kaptunk, csak annyi, hogy ilyen easter egg van a játékban, meg olyan easter egg van a játékban. És véleményem szerint egy játékot nem az easter eggnek kéne eladnia. De ez az én mondjuk úgy sajátos véleményem, mert most oké, tök jó, beleraktak egy ilyen Phantom Boat, meg ilyen baromságokat, de hát azon kívül, hogy killoldol érte egy csomót, és utána egy nyílpuskával rohangászol automata fegyverekkel felfegyverzett csávók között, meg tankok, meg izék között, hát ezt nem igazán tartom ugyan normális dolognak. Lehet, hogy jól néz ki, viszont értelme az nincs. Mit fűzhetnék még hozzá itt a dolgokhoz? Hát a szerkesztő társaim, akik még megmaradtak, hát Shaddamnak minden elismerésem, mert tényleg ő végig kitartott az oldal mellett. Mondjuk sajnos neki sincs mostanában sok dolga, mert tényleg semmi érdemleges hírt nem kapott a játék. Amit tudott, az kirakott, meg aminek értelme is volt, de kb. Ennyi. Azt javaslom mindenkinek, hogy ha eljön a Hardline-nak az ideje, mert nyilván el fog jönni, akkor jól fontolja meg az, hogy megvásárolja-e. Előbb szerintem mindenképp várjátok meg a megjelenést, nehogy előrendeljétek, mert azt szerintem biztosan meg fogjátok bánni. Szerintem várjatok róla kritikát is, hogy game ranking-szen hány százalékból mennyit fog kapni, vagy hány oldalból. És akkor majd utána meglátjuk. Hát, hogy e-sport lesz-e belőle, jó, mondjuk a BF4-ből is állítólag az elselem van e-sport, állítólag. De én azt nem nevezném annak. Annál is inkább, mert hát ez is inkább csak marketing jelleggel van megcsinálva, nem úgy, hogy nem semmilyen alap nincsen. Tehát vannak
egy pár vagy 8 pro fizetett csapat, akiknek úgy, na gyertek már játszunk egy kicsit BF4-et, hogy azért mutassunk is belőle valamit. De hát ennek már totálisan nincsen jövője. A Hardline nemrégiben kikerült egy olyan videó a YouTube-ra, hogy hát játszogattak Hardline-nal multiplayer-t. És kísértetésen olyan bug volt benne, mint ami anno a Battlefield 3-ban volt. Sok mindenre nem akarok így következtetni, de én nagyon erősen arra hajazok, hogy kb. Ennek annyi közel lesz a BF4-hez, mint hogyha kiadtak volna még egy BF4-et, csak ilyen Miami Vice-os feelinggel. Egy DLC-nek lehet jó lett volna, de gondolom az meg már derogált volna a DICE-nak, hogy dolgoznak is egy kicsit, és akkor nem háromszoros pénzt várnak érte. Azt hiszem elmondtam mindent, amit úgy szerettem volna a Battlefield.hu-s történetem kapcsán és a Battlefield.hu-s jövőm kapcsán. Nem tudom, mit fűzhetnék még ehhez hozzá. Jó volt együtt játszani. A nehézségek ellenére azért volt, amikor ténylegesen élveztem azt, amit csinálok. De baromi sokat szenvedtem én itt az utóbbi évek alatt. A játékkal is, meg azzal, hogy egyáltalán tudjunk mit kezdeni magunkkal. Volt, hogy már nekem kellett Game Night-ot szervezni, pedig én aztán akkora nagy szervező vagyok, hogy valami hihetetlen. Na és most elkezdtük foglalni a C-pontot, igen. Újabb izgalmak a tetőfokon. Még 64 tiket van hátra. És megállt a csík, jaj! Hú, sikerült megölnünk ezt az illető úriembert. Rengeteg kellemes embert ismertem meg így a szerkesztő tagságom kapcsán. Akiket külön kiemelnék is minden elismerésem neki, hát az, aki az egyik fő példakép az Drang. Ő kitartása az példanélkül álló. Annyit tudnotok kell, hogy most az Ashford Millát is ő is alapította, tehát az alapító tagok között van, és elég szép dolgokat értek el. Mondjuk úgy, ha a Playtime voltatok kint, akkor láthattátok, hogy az Ashfordos szekciót azt egy az egyben az Ashford Milla csinálja. Úgyhogy ezért már elismerésben részesül. Ő is amúgy nagy Battlefield-es, meg Battlefield.hu szerkesztő volt, de mondjuk úgy, hogy ő még hamarabb felismerte, hogy ebben a játékban nincs akkora potenciál, sőt, nem hogy potenciál nincs, hanem ez tényleg már csak a lehúzásról szól az egész. Be fogjuk foglalni az F-pontot még itt a vége előtt. És megnézzük utána magunknak a C-pontot. Meg akit még úgy nagyon-nagyon dicsérnék, az talán Shin bácsi. Ő még a Bad Company 2 idején tett meg mindent azért, hogy felmaradjon a közösség. Bár jó ideje, ő is inkább inaktív. Mondjuk, igen, érthető okokból. Na, hölgyeim és uraim, még 7 tiket van hátra, nagyjából elmondtam, amit szerettem volna, és köszönöm szépen az eddigi megtekintéseket, és hogy velem tartottak a kalandjaim során. Remélem tetszettek ezek az összecsapások, amiket láttunk, és végig küzdöttünk így együtt. Hát, kíváncsian várjuk, hogy mit tartok a számunkra a jövő. Ja igen, és itt jön majd, hölgyeim és uraim, a kedvenc bugom. Ez tetszeni fog nektek, mert igen. Nézzük meg az eredményt. Ugye láthattátok, hogy végig küzdöttem a kört. Aha, és sehol sincs az MVP ribbon. Ami kicsit érdekes, mert hogyha a scores-ra ránézünk, akkor 11.479 van nekem, és 11.436 az ellenségnek. Nem is értettem, hogy mi van, úgyhogy meg is néztem gyorsan Battle logon, hogy ez most hogy. És itt már azt mutatja, hogy 13.149 scores van nekem, és én vagyok az első, de akkor miért nem kaptam meg az MVP ribbont? Nem itt annyira érdekelne, csak ez egy kicsit úgy szemeszúrt. És nézzük meg akkor részletesebb Battle logon a statunkat. Íme itt látható ugyanennek a körnek a Battle reportja. És íme itt van lent az eredmény. Íme ez tényleg ugyanaz a kör. És nézzük meg. Hát igen, itt már 11.349 korzon van, és az ellenfélnek 11.436 korza. Magyarán nem én lettem az első, de mégis azt mondja, hogy én lettem az első. Értitek? Ugye ez egy szép bug. Na köszönöm a megtekintéseket, a viszontlátásra. Sziasztok!